16 napirendi pontot tárgyalt május 27-én a bátaszéki önkormányzat képviselőtestülete. A lassan véget érő, különleges intézkedések időszakában végre személyesen is találkozhattak a képviselők egymással, így szemtől szembe nyilváníthatták ki véleményüket az előterjesztésekkel kapcsolatban. Egy rendhagyó eseményen vagyunk túl, hiszen a veszélyhelyzet elrendelése óta első alkalommal volt arra példa, hogy a képviselőtestület személyesen vett részt egy informális egyeztetésen, természetesen betartva az egészségügyi szabályokat. Így személyesen fejtették ki véleményüket azokkal az előterjesztésekkel kapcsolatban, amelyekben döntések születtek szerdán. Elfogadtuk a Marketing Kft. 2019 évi mérlegbeszámolóját. A számadatok alátámasztják azt, hogy jól gazdálkodott a Kft. Adózás utáni eredménye mintegy 900 000 forint volt, tehát stabil pénzügyi helyzetben tudta végezni a feladatát 2019-ben, ezt állapítottuk meg a beszámolókból. Többek között beszámolók hangzottak el katasztrófa védelmi igazgatóság részéről, önkormányzati tűzoltóság részéről, rendőrség részéről, polgárőrség részéről. Ezek mind visszatérőek az évek folyamán. Most abban a speciális helyzetben voltunk, hogy egy személyi döntés kellett ezeknek a beszámolóknak az elfogadása kapcsán meghozni, de ez is megszületett a szerdai napon. Képviselőtársak különösebben nem fogalmaztak meg az írásos anyaggal kapcsolatban észrevételeket, viszont a beszámolókból kitűnt, hogy katasztrófavédelem, rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség jól végezte a feladatát a 2019-es esztendőben, az együttműködés zavartalan volt a különböző társszervek között, és hát külön-külön az adott területükön ellátták a lakosság érdekében mindazokat a feladatokat, amiért gyakorlatilag a létrehozásuk megtörtént. Zavartalan volt a 2019-es esztendő. A 2019 évi adóigazolási adatok beszámolóját is elfogadta a képviselőtestület, és döntöttek a kövesdi és lajvéri újításokról is. Ismételten megállapítást nyert, hogy a bátaszéki adófizetők adófizetési morálja az kiemelkedően jó, hiszen 95% fölött teljesültek az adóbevételeink 2019-es esztendőben. A hivatalon belül az adócsoport végzi szinte a legnagyobb adminisztrációs munkát. Beszámolóból kitűnt, hogy ezt is sikeresen tudtuk teljesíteni. És hát ennek a területnek azért vannak kényesebb munkafázisai is, hiszen a be nem fizetett adó behajtásával kapcsolatban is aktív intézkedéseket kell tenni. Ebben is tudtunk előrelépni, és a tavalyi évhez képest mintegy 6 millió forinttal csökkentettük az önkormányzat kintlévőségét a 2019-es esztendőben. Városüzemeltetési feladatokban is döntöttünk. Minden esztendőben így tavasszal visszatérő döntés a testület részéről, hogy köves, illetve a lajvér település részek tekintetében is fejlesztésekről döntünk. Ez megtörtént ebben az esztendőben is. Kövesden egy játszóteret fogunk felújítani ebben az esztendőben, illetve a bekötő útnak a patka rendezése fog megtörténni, mint egy 250-300 méter folyóméter hosszban. Lajvér tekintetében egy gyaloglépcsőt kívánunk majd felújítani ebben az esztendőben, illetve ott is útfelújítási munkák fognak elvégzésre kerülni a 2020-as esztendőben. Írásos formában jutott el a képviselőkhöz a közalapítványok 2019 évi feladat ellátásáról szóló beszámolója és a bátaszéki közös önkormányzati hivatal 2019-es működésének beszámolója. Több olyan közalapítvány van, amit az évek során Bátaszék város önkormányzata alapított, illetve közreműködött az alapításában. Úgy ítéljük meg, hogy ezek az alapítványok is a céljuknak megfelelően végzik a tevékenységüket. Vannak olyan alapítványok, amelyek kicsit aktívabbak, természetesen a cél megvalósítása tekintetében. Vannak, amelyek egy kicsit alvóbb állapotot éltek meg a 2019-es esztendőben, de alapvetően ők is ellátták mindazokat a feladatokat, ami az alapító iratukban rögzítésre került. Beszámoló hangzott el, illetve írásos formában jutott el a képviselőkhöz a bátaszéki közös önkormányzati hivatal 2019-es működéséről. Úgy ítéltük meg a beszámoló elolvasása kapcsán, hogy a hivatal elvégezte mindazokat a feladatokat, amelyeket meghatározott a fenntartó. Nem csak Bátaszék közigazgatási területére vonatkozóan,
hanem a társtelepülésekre vonatkozóan is, hiszen ellátjuk még Alsónyékén, illetve Alsónánán 2019-ben a államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatokat. 2020 egy kicsit más, hiszen már ott sárpilis tekintetében is látunk el feladatokat, illetve hát az év eleje egy kicsit más fajta ügyintézést követelt meg a hivataltól, de azt gondolom, hogy ezt is sikeresen tudtuk teljesíteni. A gondozási központ a gyermekjóléti szolgálat feladatellátásáról adott tájékoztatást 2019 évre. A városi óvoda vezetője a bölcsődei feladatellátás tekintetében számolt be. Úgy ítéljük meg, hogy mindazok a ránk rótt feladatok, amelyek ezen a területen fontosak, hogy megvalósuljanak a gyermekek érdekében, illetve a családok érdekében, az megvalósításra került 2019-ben.